Fontos határidőre kell figyelnie több millió hazai adózónak. Idén is május 20-áig, vagyis szerda éjfélig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallásokat és megfizetni az SZIA-t. Ez vonatkozik a részletfizetésre is, ugyanis 200 ezer forintig 6 havi egyenlő részletben teljesíthetik az esetlegesen keletkezett adófizetési kötelezettségüket, viszont az első részletet május 20-ig meg kell fizetniük az adózóknak. Ugyanez az időpont vonatkozik az 1+1%-os felajánlásokra is. Hogyha valaki esetlegesen már elküldte a bevallását, vagy elfogadta a bevallási tervezetet elektronikusan, akkor megteheti az 1+1%-os felajánlást ezen felül is, akár elektronikusan, akár pedig postai úton beküldve a NAV részére. Felajánlásokat kizárólag a NAV-nál korábban regisztrált civil szervezetek, a technikai számmal rendelkező vallási közösségek és a kiemelt költségvetési előirányzat kaphat. Az egyházak technikai számára szóló formailag érvényes nyilatkozatot az adóhivatal mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg a felajánló újabb nyilatkozattal nem jelöl meg másik kedvezményezettet, vagy a korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza. A civil kedvezményezett és a kiemelt költségvetési előirányzat számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást. A tapasztalatok szerint a legtöbben gyermekek gyógyítására vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk 1%-át. A Nemzeti Adóm és Vámhivatal honlapján valamennyi kedvezményezet megtalálható. A korábbi évekhez hasonlóan egyébként a munkáltatók továbbra is összegyűjthetik dolgozóik 1+1%-os nyilatkozatait. A bevallás benyújtásában is sok munkahelyen segítenek, az adózók azonban maguk is könnyen intézhetik a személyre szabott tervezet, az ügyfélkapun keresztül azonosítást követően érhető el a legegyszerűbben. Ezt a tervezetet elektronikusan módosítani is, illetve elfogadni is lehet ezen a felületen. Azok, akik pedig postai úton kérték a tervezetüket, a napokban már biztosan megkapták, készhez kapták. Azok, akik postai úton kérték, és úgy döntöttek, hogy elfogadják ezt a tervezetet, akkor nekik nincs más teendőjük, nem kell behozni az ügyfélszolgálatra, nem kell aláírva visszaküldeni, hiszen május 20-ával ez a bevallási tervezet automatikusan bevallássá fog átfordulni. Az őstermelőknek, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek, illetve az egyéni vállalkozóknak viszont mindenképpen meg kell nézni ezt a tervezetet, és ha szükséges, akkor módosítani is kell. Nekik, ha a bevallási tervezetben szereplő tételeken kívül más adóköteles jövedelmük is volt, például ingatlan bérbeadásából vagy eladásából, fel kell azt tüntetniük, és ez után kell elfogadniuk a tervezetet. Az adózók többségének ugyanakkor nincs dolga vele, mert a NAV minden jövedelmi adatot megkapott a munkáltatótól. Az adóhivatal a hét elején közzétett adatai szerint egyébként már közel 3 milliószor látogatták meg az ESZIA felületet, közülük mintegy 700 ezren változtatás nélkül, nagyjából 300 ezren pedig némi módosítással már jóvá is hagyták a dokumentumot. Ha bárkinek kérdése lenne a tervezettel kapcsolatban, általános tájékoztatást a NAV infóvonalán az ingyenesen hívható 1819-es számon kérhet.